A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok, ez a Kezdőkör, a Fehérvár Média Centrum sportos kibeszélő műsora. Ma is van miről beszélni, természetesen vendégeinkkel, akik a mai adásban Mátai Balázs, a Média 24 szerkesztője, a Fehérvár Média Centrum, az fmc.hu vendégszerzője. Itt van velünk Beke Zsombor, a FEOL sportújságírója, szerkesztője, és Juhász László, önkormányzati képviselő, a Videóton Baráti Kör Egyesület elnöke. És amikor Lacit meghívjuk, a pólója is, vagy a pulcsia is mutatja, hogy általában azért Videóton vezérfonal mentén zajlanak az adások, de azért a mait nem tudjuk nem jégkoronggal kezdeni, hiszen ezek a talán legtöbb embert most érzelmileg is mindenhogyan megérintő pillanatok, amikor megkezdődik a rájátszás, és a fehérvári csapat ráadásul egy fantasztikus alapszakasz után esélyesként belemenve ebbe a rájátszásba két mérkőzésen már túl van. A legelkoptatottabb közhely tulajdonképpen jégkorongban is, meg minden rájátszásos rendezésű sportágban, bajnokságban, hogy az egy teljesen más történet, nem lehet kiindulni feltétlenül az előzményekből. Egy hete még azt taglaltuk, hogy melyik csapatot fogja választani majd a volán, amikor kialakul a mezőny. A szurkolók közül, ahogy én olvasgattam a kommenteket, nagyon sokan szerették volna a Pusztertát, vagy Valpusztériát, ugye attól függ, melyik nyelvet használjuk. Nyilván abból kiindul, hogy ezt a csapatot verte meg 4x4-ből a volán az alapszakaszban, az összes többi lehetségessel szemben azért volt legalább egy vereség, de lehetett hallani olyan hangokat, hogy a klub környékén azért nem ennyire egyértelmű lenne ez a döntés, vagy ez a választás. Hát túl vagyunk két meccsen, mielőtt beszélünk akkor az eddig történtekről, javaslom, hogy nézzük is meg röviden azt a két összefoglalót, ami a tegnap, illetve tegnap előtti Raktár utcai történéseket mutatta be. A rájátszás mindig más, itt már nem számítanak az előzmények, de azért, amikor már a második percben vezetés szerzett a volán, az alapszakaszban 4x is legyőzött Pusztertál ellen, sokan érezhették, úgy nem éri meglepetés Kis Dávid csapatát a negyeddöntő első mérkőzésén. Philips bombagója megadta az alaphangot, de hiába játszott, ezután is veszélyesebben a Fehérvár nem nőtt az előny, a második harmadban pedig jött a hideg zuhany. A sok emberhátrányt összeszedő hazaiak újfent kevesebben voltak a jégen, amikor egy lesgyanús helyzetben Akerson passzából Szil kiegyenlített. 3,5 perc elteltével ismét ember előnyben pedig már a vezetést is megszerezte a Pusztertál, ezúttal Age emelte fel a korongot Roa válla fölé, így két harmad után vezettek a vendégek. Vagyis beigazolódott, hogy a playoff tényleg más műfaj. Szerencsére a volán játékosai is ennek megfelelően álltak bele a harmadik játék részbe. Ennek bő 5 perccel a vége előtt lett meg az eredménye, Campbell neve került fel a táblára, igaz, lövésébe meg Góli is beletette az ütőjét. Óriási lett a fehérvári fölény, de újabb gól Dudaszóig nem született, aztán a hosszabbításban előbb megúszott egy emberhátrányt a Pusztertál, de ráadás harmadik percében a Hári passzával kilépő Kurált csak eldöntötte a meccset. 3-2-re nyert a Hidrofehérvár AV19. Kiegyensúlyozott volt a harmadik harmad, meg szerintem egy picit jobbak voltunk, és főleg volt egy előnyünk ott, ahol beszorítottuk őket, és nem lett gól belőle, de kb. A következő cserébe abban a momentumból tudtunk gólt ütni, úgyhogy hosszabbítás az meg egy gólon múlik, ott lesz, ami lesz, úgyhogy hál' az égnek, nekünk pattant jól. Ezzel 1-0-ra vezet a 4 győzelemig tartó párharcban a fehérvári csapat, hétfő este pedig le is játsszák a második meccset, szintén az ifjabb Ocskai Gábor jégcsarnokban. Kezdjük ezúttal kivételesen a végén, a pillanat, amikor felrobbant a Raktár utcai csarnok. Ahhoz, hogy ilyen katarzis legyen, persze kellett a meccs korábbi része is, így az, hogy ezúttal a vendég Pusztertál Wölfe szerezzen korán vezetés, gyakorlatilag első kísérletéből. Szil ért oda egy kipattanóra, amivel eldőlt, hogy most a volánnak kell futnia az eredmény után. Jól reagált a Fehérvár, de egyenlíteni csak a második harmadban sikerült, igaz, annak a legelején. Hári készített elő is Kurált lövése talált utat a kapus lábai között a kapuba, vagyis kezdődhetett minden előről a rendkívül kiélezett és feszült hangulatú meccsen.
és megint nem a mieink kerültek előnybe, mert még ebben a harmadban egy visszaszerzett koronggal újabb gólig jutottak a dél-tiroliak, Morli húzta be a mattot Roának, és mivel a kis szünetig nem sikerült egyenlíteni, igencsak nehéz harmadik harmad várt a Volára. Már csak bő 5 perc volt hátra, amikor az ember előnyben máskor hatékony vendégektől Hári korongot csend és remek mozdulattal emelte fel szólója végén a jobb felsőbe, vagyis ember hátrányos góllal egalizált ismét a Volán. A feszültség csak nőtt, Catenaccit sípszó utáni durvaságért végleg leküldték, és kettős ember előnyben is voltak a fehérváriak, de úgy tűnt hiába ezúttal is hosszabbítás dönt. Aztán jött, amit már láttunk, mindössze 3,7 másodperc volt hátra, amikor immár szimpla előnyben Kurált még egy utolsó paszt eljutatott Campbellhez, akinek lövése után talán még a szeizmográfok is jelezték a hangrobbanást, ami megrengette a csarnokot. Valóban az utolsó pillanatban nyerte meg 3-2-re a második meccset a Volán, ezzel 2-0-ra vezet a párharcban, és így utazhat a két idegenbeli mérkőzésre. Ma se sikerült úgy kezdenünk a mérkőzést, ahogy szerettük volna, viszont ugye a tegnapi forgatókönyvhez hasonlóan sikerült megfordítanunk a találkozót, hál' Istennek most még a extra időre se volt szükség, úgyhogy következő mérkőzéseken majd igyekszünk az első harmadban is valami hasonló teljesítmény előrukkolni. A továbbjutáshoz 4 győzelem kell, csütörtökön és pénteken a Pusztertal otthonában szerezheti meg ezeket a Fehérvár. Ha szükség lesz újabb hazaira, azt jövő hétfőn rendezik a Raktár utcában. Hát azt megjósolhatjuk, hogy bármennyi hazai mérkőzés lesz még, és ezért reméljük, hogy lesz, ha nem ebben a párharcban, akkor majd az elődöntőben a hangulat hasonló lesz. Nem tudom, milyen személyes tapasztalataitok vannak, gyakorlatilag egy órával a meccs előtt már ugye zsúfolásig telik a csarnok. És hát ezek az elvárások, vagy a rájátszás légköre, vagy tényleg az itteni törvényszerűségek teszik-e, hogy két elképesztően izgalmas meccs volt. Szóval 4-szer legyőzött ellenfél ide vagy oda, beigazolódott, hogy nem olyan egyszerű történet ez. Ez hozzá kell tenni, ugye az alapszakasz 4 mérkőzés egyik se volt nagyon sima a Volán és a Pusztertál között, szóval ott is nagyon kis dolgokon múlott, vagy ha 2 gólos különbség volt, akkor általában egy üres kapus gól volt a második különbség. Hát nagyon, nagyon kiélezett volt, ugye talán az első találkozó volt ott az, ahol egy kicsit a 2 évvel ezelőtti párharc jutott egy pillanatra eszembe, mert ott az első harmad után 3-4-0-ra vezetett a Volán, ezért ott is az első harmadon most belőjük a helyzeteket vasárnap, akkor lehet, hogy simább lett volna az első, de a hétfő esti az abszolút kiélezett találkozó volt. Talán nem is játszott olyan jól a Volán, vagy nagyon sok eladott korong volt, én igazából úgy láttam, de tényleg akkora küzdést tettek le a jégre a fiúk, hogy ezt kalapot emelve kell csak elismerni, és reménykedjünk, hogy az olaszországi meccsek közül legalább egyet behúznak Háriék, de talán nem kell hétfőn játszani, de azért erre kicsi az esély szerintem. Hát az biztos, hogy ez a bizonyos küzdeni tudás, ez ugye egy tényleg alapelvárás, főleg egy rájátszásban, ahol lehet tudni, hogy azért az ellenfél is mindent megtesz, nem feltétlenül csak játék közben, itt azért már mennek a lélektani párharcok, olykor a fizikai, testi kontaktust felvállalva, bunyóban, piszkálódásban, de nagyon úgy tűnik, hogy erre is felkészült Kis Dávid csapata. Majd meglátjuk persze, hogy ez a továbbiakban hogy alakul. Mennyire érzitek azt, hogy nyomja azért az a Fehérvárt, hogy abszolút esélyesként ment ebbe a párharcba, rettenetes nagy elvárások vannak nyilván a szurkolók részéről is egy ilyen alapszakasz után, szóval azért ez nem egy olyan rájátszás, amiben, amikor bejutottunk általában az osztrák ligában, már az ünnep volt, hogy hát egyáltalán ott lehetünk. Én azt gondolom, hogy kezdi úgy érezni magát a Pusztertál, ahogy mi, mondjuk így Volán részéről, mi éreztük magunkat, amikor a Red Bull Salzburg ellen játszottuk a playoffokat, meg a döntőket, hogy mindig azt mondhattuk, hogy áj, nagyon kicsi hiányzott, és jók voltunk, néha jobbak is, de az ellenfél győzött. És azt gondolom, hogy lélektanilag ez egy fontos dolog, hogy ez a csapat tud rosszabbul játszva is nyerni. Egy dologra kell figyelni szerintem a folytatásban, és ezt ékesen megmutatta ennek az első két meccsnek az összefoglalója is mindenféle tekintetben, ha lepörgetjük magunk előtt, nem csak a televíziót, hogy például az első meccs második harmadában ránk tudta kényszeríteni a saját stílusát és akaratát a Pusztertál, és nem szabad ebbe a mederbe lépni, mert amikor jönnek ezek a speciális egységek, játékok, amikben nagyon jók emberhátrányos védekezésben, emberellenes játékban, akkor abból ők jönnek ki jobban. És hogyha ezt tudjuk tartani, hogy mi a saját játékunkra figyelünk,
megpróbáljuk őket már az elején beszorítani, presszionálni. Két-három aprócska góllal elmenni az első harmadban, és akkor szerintem nem lesz miért izgulni, mert idegesek lesznek, őket fogják folyamatosan kiállítani. Gyakorolják inkább a hátrányos védekezést, mint az előnyöst. Ez azt gondolom, hogy a Volán előnyére fog szólni, és szerintem talán maximum még egyszer vissza kell jönni Fehérvárra, de 4-0-val vagy 4-1-jel ezt a párharcot már be fogjuk tudni húzni. Hát, ami az idegi dolgokat illeti, én gondolom, és aki benne van a hokiban, nyilván meg tudja erősíteni, hogy ezekre valóban külön felhívják egy playoff előtt a figyelmet, már ha kell egyáltalán, mert azért a Fehérvár is tele van rutinos játékosokkal, akik megéltek azért már ilyen szituációkat. De az, amikor azt látjuk, hogy mondjuk Petán húzza a hárit folyamatosan, miközben éveken át ugye csapattársak voltak, Petán tényleg nagy kedvencnek is számított a szurkolók körében, akkor lehet tudni, hogy itt mindenki mindent belead, és ezek nem véletlenül történnek ezek a dolgok, hiszen pontosan tudják, hogy lehet, hogy a legjobb embert kell kibillenteni ahhoz, hogy az egész csapat teljesítményén ez meglátszódjon. Mennyire érezni, és mennyire tudják a szurkolók ezt a helyén kezelni, mert így akkor az is kérdés, hogy tényleg akár a saját csapat felé milyen reakciók érkeznek. Az egyértelműen látszik, hogy most nagyon jól kezelik ezeket a szituációkat a Volán játékosok. Pont a tegnapi mérkőzésen volt, talán Magosi két alkalommal is egy ilyen kapu előtti kicsit odabokszolás, kicsit húzogatás közben ő higgadt tudott maradni, nem ütött oda, a Pusztertán játékosa egyet többet ütött oda és ment ki a kiállításra. Vagy a Catenaccinál is ugye a Robertsonnal szembe ment a szájkarate, Robertson higgadt maradt, Catenaccio nem, ment az 5 perc plusz végleges. Ki tudja, mi hangzott ott el. Kicsit ez a Catenaccio-Materazzi párhuzam eszembe jut. Tehát, aki addig tudja cukkolni az ellenfelet, hogy az lefejelje egy világbajnoki döntő utolsó perceiben, az megérdemel egy, hát ha nem is túl etikus, de cinikus válveregetést. Jól csinálta Robertson is valószínűleg, hogy Catenaccio-nál azért elszakadt a cérna. Laci, nem tudom, ilyen félig meddig kívülállóként, mert nyilván te is szurkoztad jön a Volánnak, ezt a nézőtéri hangulatot és ezt a nyomást, amit itt kifejtenek hazai pályán egyébként a szurkolók is, az ellenfélre, meg talán a játékvezetőkre is, ezt azért megirigyelhetné más, akár fehérvári csapat is. Hát ugye a kívülállóra csak annyit, hogy igazából büszke vagyok, mint Székesfehérvár, és ugye a jégkorongot is, mint az összes csapatsportot figyelemmel teszem, és hozzáteszem, hogy az első bajnoki címeknél ugye büszkén ott lehettem kékfehérre festett hajjal és arccal, ez most már elég rég volt. Tehát ez akkor, amikor, és én akkor jártam jégkorong meccsekre a mai csarnokba látogatók közül. A legelső, hogy még nem is éltél szerintem, hát, de az új korszakban a 99-es na, volt. Úgy értettem, igen. És ami érdekesség, hogy most a csarnokban, a teltházban full hangulat van, de most a kezemen megmondom biztosan, hogy amikor elkezdődött az időszak előtte, ma abból 100-nál többen nem lehetnek ott a csarnokban, már csak azért is, mert még a nyitott csarnokra emlékszem azokra a mérkőzésekre, amikor 100-an fagyoskodtunk innen és néztük a jégkorongot, és onnét évelt fölfele. Volán egy ilyen tényleg hátborzongató videót, nem tudom, láttátok-e a közösségi médiában is megosztotta. Gondolom Tóth Dani volt az elkövetője, Totó, aki nálunk is dolgozott, és aki fantasztikus munkát végez videósként, és valóban ilyen történelmi pillanatokból egy ilyen néhány perces videó a csarnok, vagy hát még régi jégpálya építésétől kezdve a legnagyobb sikereken át. Hát aki ebben valaha valamilyen szinten részt vett, akár szurkolóként, annak tényleg egyrészt könyvbe lábadt a szeme, másrészt futkosott a hátán a hideg. Mindez pedig úgy, ugye, hogy tudjuk, hogy ez az utolsó szezonja ebben a létesítményben a Volánnak, úgyhogy még egy ilyen történelmi teher is kicsit rápakolódik erre a szezonra. Visszatérve egy kicsit ezekhez a talán kicsit inkább ilyen mentális vagy idegrendszeri dolgokhoz, a játékvezetés mennyire követi le ezt? Nagyon hajlamosak vagyunk azért akár egy alapszakasz meccs végén is bírózni, a szurkolók mindig olyanok, hogy látják a zebrák sötétebb csíkjait, nem annyira világosakat. Azt mondta egyébként Terbocs István ebben az interjúban, aminek pont az a része nem került be az adásba, hogy elég egyértelműen ki is lett adva, hogy ezek a sípszó utáni keménykedések, holtidőszabálytalanságok, ezek legyenek megtorolva, és ebből jöttünk ki jól, a Pusztertán meg nagyon rosszul. De azért gondolom a bíróknak sincs könnyű dolguk, amikor ilyen elképesztő feszültség van a pályán. Szerencsére eddig egy-két kivétellel a bírók viszonylag jól teszik a dolgokat, már ami a mi szemszögünket illeti. Talán az első meccsen, ugye, ami az összefoglalóban is elhangzott, hogy elég éles gyanús volt a Pusztertán egyenlítése, ha jól emlékszem, az volt az a gól.
Azon kívül nyilván egy-két szabálytalanság kiállítást máshogy láttak a nézők, szurkolók, mint a bírók, de talán amitől mindig félünk az ilyen rájátszásokból, hogy majd az osztrák vagy az ellenfeleket támogatják ligán belül, az egyelőre lekopogjuk, nincs meg talán. Tehát vagy már lehet azt de úgy is fogalmazhatunk. Nem osztrák az ellenfél azért. Lehet, hogy ez is segít, meg talán már a Volán is kiharcolt magának a ligán belül egy olyan elismerést az elmúlt 3-4 év teljesítményével, amivel már nem a lesajnált kis csapat vagyunk talán, hanem mi is egy tényleg egy meghatározó gárdája ennek a ligának. És pont a 2 évvel ezelőtti rájátszáshoz képest érdekes a párhuzam, hogy amikor döntőig menetelt a csapat, de azt a rájátszást teljesen máshogy fogta föl ember, és én biztos, hogy kicsit olyan ajándék volt, hogy jaj, még egy kört megyünk, de jó, elődöntőbe sose voltunk, és most valahogy talán a játékosokon is ezt érezni, meg a szurkolói hangulaton is. Most tényleg valami nagyot akarnak alkotni, mind a játékosok, mind a szurkolók, és talán ezért egy nagyon picit nagyobb is a nyomás, ami a csapaton van, de ezt egyelőre tényleg nagyon jól kezeli a szakmai stáb is, és a játékosok egyaránt. Hát ugye most, ha csak megnézzük tényleg a csapatok idei listáját, van legalább 3 olyan együttes biztos, aki ugye az utóbbi 1-2 évben csatlakozott a ligához és a Volához képest gyakorlatilag ugyanaz, hogy Ljubljanát, ha ide veszem, persze abban van egy kis csúsztatás, de ők is visszatértek. Gyakorlatilag miközben itt nagyon komoly csapatok kikoptak ebből a ligából, úgyhogy ha így nézzük, akkor meg lehet a respektje nyilván a Fehérvárnak, és gondolom az ellenfelek szemében is így van. A nagy kérdés nekem az, hogy ez a játék, ez most hogy látjátok, mire lehet elég a későbbiekben, vagy pedig nincs is értelme ezt feszegetni, hiszen épp azt mondjuk, hogy minden mérkőzés más, meg a rájátszás eleve egymás. A Pusztertál ellen nyilván joggal reménykedhetünk így fél távnál, a győzelmek fele megvan, hogy behúzza a csapat a párharcot. Papírforma szerint utána az Salzburg következne, akik ellen, hát ha én emlékszem, az utóbbi 2 szezonból 8-ból 8 zakó a rájátszásban, illetve bajnoki döntőben ugye a mérleg. Viszont most először lehetne pályaelőnyben játszani velük. Igen, és most azért azzal a lélektani előnnyel mennénk ebbe a párharcba, hogy az utolsó 2 meccset mi nyertük, ráadásul egyet idegenben, ami azért nagyon fontos. Igaz, ez nem hiszem, hogy nagyon földhöz verni a Salzburgiakat, hiszen ők vérprofi játékosokból állnak és nagyon komoly költségvetésből gazdálkodnak. Én az idén a Klagenfurtot erősebbnek gondolom, de hát velük csak a döntőben jöhetnénk össze, és remélem, hogy eljutunk odáig. Ráadásul egyébként a Vorarlberg 0 kapott góllal lehozta az első meccset idegenben 0-2-re, de szerintem azért a Klagenfurt összekapja magát, és ott azon az ágon tovább fog jutni, tovább fog menni. Tehát tényleg megjósolhatatlan, hogy mi lesz a vége. Egy biztos, ez az Alba alkalmas akár a liga megnyerésére is. Jó a keret, jó mentalitású játékosokból áll, az edzőről szintén nem tudok rosszat mondani, hiszen a mi gyerekünk helyi srác, tehát a Volánnak először van talán, sőt biztos olyan edzője, aki saját nevelésű játékos volt, aztán lett fiatalom edző, és edzőként is úgy lett kinevelve, hogy előbb-utóbb majd ő biztos, hogy edzője lesz ennek a csapatnak, és lám, kicsit idő előtt, mint tervezték, be kellett őt vetni, és tökéletesen bejött. Én azt gondolom, hogy az idén minden összeáll a Volánnak, és egy ilyen szezont ki kell használni valamilyen módon, és azt gondolom, hogy ezt úgy lehet kihasználni, ha megnyeri a Volán a ligát, de legalább a döntőig eljut, ami most már nem lenne akkora öröm, mint elsőre, úgyhogy célozzuk meg az aranyat. Szerintem óriási öröm lenne most is. Egy nagyon érdekes helyzet egyébként, amit említettél, hogy van a csapatban nyilván egy-két olyan fiatal játékos, aki még sosem szerepelt mondjuk playoffban. Én azt gondolom, hogy a légiósok zöme már igen, viszont van egy 0 kilométeres edző ilyen szempontból, hiszen Kis Dávidnak ebbe semmiféle rutinja nincs, hogy kezeljen egy rájátszás szituációt, pedig gondolom a szakmai stábnál is fontos ez. Ugye érdekes, hogy Tyler Dietrich, a másodedző, ha nem is az EBL szintjén, de ugye az Erste Ligában, a Magyar Ligában azért vezette már a fehérvári csapatot, tehát neki is van ilyen fajta tapasztalat, hogy ez mennyire más lélektani helyzet. De úgy érzem egyelőre, Dudu is jól vizsgázik ebben a helyzetben. Ugye akkor abban a szakmai stábban szerintem a Dudu is ott volt a Tylerrel a ott, titánoknál. Igen, tehát nem vezetőedzőként, de valamit azért. Igen, én beszéltem, pont csináltam a Pusztertál elleni mérkőzéset, egy interjút a Duduval, és ott mondta, hogy igazából ő az alapszakasz minden bajnokiát is egy ilyen kicsit ilyen rájátszásbeli mérkőzésnek fogta föl, tehát hogy nem tett különbséget az, hogy most ez alapszakasz vagy rájátszás, ugyanúgy 100%-ot vagy 110%-kal készülnek, mint stáb is, mint játékosok is.
és hogy megkérdeztem ugye, hogy van-e extra nyomás, vagy egy kis drug benne, mert mégiscsak azért ez a felnőtt vezetőedzői karrierének az első playoffja, de mondta, hogy ő eddig is teljes minden idegszálával az alapszakaszban is úgy tekintett rá, mint egy ilyen mindent eldöntő meccse mindegyikre, úgyhogy emiatt nem aggódok. Elképesztő számomra, beszéltünk egyszer egy korábbi adásban arról, hogy mennyire higgadtan, kulturáltan és nyugodtan nyilatkoznak a mérkőzés után is adott esetben például Kiss Dávid, de nem akarom most ezt csak ráfogni, én meghallgattam tegnap egy olyan mérkőzés után, ahol tényleg 3 másodperccel a vége előtt kapott vesztes gólt a Pusztertál, azt hiszem finn edzőjük van, és hát az a nyilatkozat, amit ő ezek után néhány perccel mondott, hát azt mondom, hogy minden sportág, minden edzője példát vehetne róla. Tehát egy ilyen szituációban, amikor tényleg mindenkit elragadnak az érzelmei, ő azt tudta mondani, hogy hát nem érdemelték volna meg, sőt, talán ezt érdemelték, nem játszottak olyan jól, mint az első meccsen ellentétben a Fehérvárral, elmondta a hibákat, és nagyon higgadtan azt mondta, hogy ez van, tulajdonképpen ennyit érdemeltek. Mondom, egy olyan meccsen, ahol az utolsó másodpercben kaptak egy gólt, és lehet, hogy egy hosszabbításban meg nyertek volna. Nem tudom, hogy ez mennyire jégkorongos specialitás, de azt látom, hogy amilyen elképesztő intenzitással élik meg a szurkolók, meg mindenki, aki ezt a meccset nézi, gondolom maguk a játékosok is, hát a szakvezetők valami iszonyú profi módon tudják azonnal levonni a következtetéseket. Igen, ez nagyon érdekes ez a hokiba, ez az edzői kultúra, vagy hogy fogalmazzak, hogy Erste Ligában is nagyon kevésszer lehet olyan nyilatkozatokat olvasni, ahol ilyen nagyon nagy kilengésekkel nyilatkoznának a játékvezetésről, vagy bármiről az edzők. Most is a tegnapi két nyilatkozat, sőt ugye a vasárnapi meccs után is, teljesen higgadt volt mindegyik edző, és tényleg egy ilyen parázs csatában, ahol tényleg amúgy szikrázik néha a jég, olyan feszültség volt tegnap is a játékosok. Hosszabbításban kaptak ugye emberhátrányt, most a vége előtt 2-es emberhátrányt, és mégse egy szó nincs a játékvezetésről, vagy arról, hogy hát jó, mi voltunk idegenben, meg a hazai pálya, amire azt mondanám, hogy akár még meg is értem egy ilyen szituációban. Nem, mert talán házon belül rendezik ezt. Tehát, hogyha a külvilág felé most bírózik, azzal nem lesz előrébb, maximum azt érhetik el, hogy a következő mérkőzésen a bírók még jobban kiszúrnak velük, vagy még kevésbé figyelnek oda rájuk. Ugye az, hogy a tegnap az a 2-es for, lehet, hogy házon belül azért volt belőle feszültség, hogy lesz itt a játékosát, hogy ne legyél ilyen, hogy ilyen eszetlen, már hogy szépen fogalmazzak, hogy pár perccel a lefújás előtt, úgyhogy van egy késleltetett kiállítás a csapatnak, ilyet csinálsz, hogy bottal megütöd az ellenfél fejét. Tehát ezért valószínűleg még eltiltást is kap a játékos, mert ugye ez fejre irányuló mozdulat volt. Tehát, hogy szerintem ezeket pedig nem a külvilág felé csinálják az edzők, hogy nyilatkozzák le, hanem házon belül. Dunulnak is volt egy fél mondata, hogy a kritikát meg majd megbeszéljük csapaton belül, hogy volt valami ilyesmi hasonló ilyen fél mondata. Szóval ez meg szerintem nagyon becsülendő, mert például labdarúgásban azért nagyon sokszor látni, hogy egy játékost is megneveznek az edzők, hogy már pedig ő, ha berúgta volna azt a két helyzetet, akkor mennyivel jobb lett volna. Horsányi szegény azóta is emlegeti. Kirúgta a labdát a sóstorra. Meccs utáni nyilatkozatát, egyébként nekem ez a kedvencem az angol bajnokságban még, de sok évvel ezelőtt, talán még a Premier League-éra előtt volt egy legendás nyilatkozat, azt hiszem a Manchester United akkori edzője mondta egy meccs után, hogy sosem foglalkozok a játékvezetéssel, és egy ilyen idióta miatt most sem fogok. De, amikor úgy mondod meg a véleményedet, de ilyen nincs valóban jégkorongban. Még két aspektusa van ennek az egész történetnek, ami engem foglalkoztat, de a csarnokügyet most nem fogom előhozni, mert sokszor megrágtuk, megcsócsáltuk. Szerintem azért föl fog ez még merülni, főleg, hogyha esetleg még ennél is tovább jut a volán, hogy ott áll jelenleg friss jéggel beüzemelve egy vadonatúj 6000-es csarnok, miközben a Raktár utcában tényleg a szomszédok tartják a helyet, és már új nézőnek gyakorlatilag esélyen is beférni, pedig talán most azért sokan lennének, akik akár szurkolni is kimennének. A másik pedig a közvetítés, nem tudom, ez nektek mennyire fáj, tudom, hogy a stream a jelen meg a jövő tévéje, tehát már nem úgy beszélünk azért sporttelevíziózásról sem, de azért az, hogy Magyarországon van nem tudom, 10-valahány sportcsatorna, és egyik sem közvetíti a mérkőzéseit a volának ebben a szezonban, ez most nem csak a
rájátszása vonatkozik nyilván. Én nekem ezért fáj, nagyon magas színvonalak és jók, talán ezekből a képekből is kiderült egyébként a közvetítések, de hát azért van nekünk nemzeti sportcsatornánk, meg országos, ahol tényleg a Bocsa magazintól a Kötéltáncig elég sok minden belefér a repertoárba, akár 24 órában. Hát az, hogy most a legjobb magyar csapat éppen ilyen szezont produkál jégkorokban, és ez nincs képernyőre, ez nekem azért kicsit fájó pont. 10 euróért meccsenként streamelheted. Az oké, rendben van, tehát ezzel semmi problémám nincs, hogy ma már ez is üzleti alapon megy, de azért eddig mindig volt tévécsatorna, és nem kellett azért gigászi összegeket fizetni érte, hogy közvetíthessék az osztrák ligát, valamiért mégsem tartotta senki erre most értemesnek a csapatot, meg a sportágat. Pedig biztos, hogy nem lenne alacsony nézettségi száma annak a csatornának a hoki meccsek alatt, hiszen jégkorong egy nagyon népszerű sportág. Hétfőn, kedden, tehát nincs konkurencia gyakorlatilag. Az a baj, hogy pár évvel ezelőtt a köztévének a sportcsatornája adta, de hogy az akkor is volt olyan, hogy háttérbe szorult a volán meccs, mondjuk egy NB1-es miatt, egy NB2-es találkozó miatt, tehát más a prioritás. Egy ilyen kicsit külsősebb sportcsatorna, hogy miért nem közvetíti, az egy nagyon jó kérdés. Talán az osztrák liga sem biztos, hogy el akarja adni a jogát, így, hogy van stream felülete. De azt hiszem, ők erre nagyon ráerősítettek, hogy ez a 10 eurós bevétel azért biztos, hogy jól jön nekik, de... Hát legyen így, mert nyilván ez a jövő, egyébként majd ősztől a Bajnokok Ligája kapcsán is sokat fogunk erről beszélni, hiszen az is ugye zömében streamre fog kerülni a legújabb hírek szerint. Akkor ennyit a jégkorongról, természetesen nagyon szurkolunk a csapatnak, hogy egy hét múlva, amikor ismét adásban leszünk, akkor akár már a továbbjutásról beszélhessünk, ugye, ahogy el is hangzott, ha esetleg nem nyeri meg mindkét idegenbeli mérkőzését a Fehérvár, akkor hétfőn lesz majd itt a Raktár utcában a következő hazai. És akkor térjünk át egy kicsit a focira, mert ott is van azért miről beszélni, még ha nem is feltétlenül ilyen pozitív értelemben. Az utóbbi néhány mérkőzése nem úgy sikerült azért a Vidinek, ahogy előtte volt szerencsénk hozzászokni. Most már tényleg mi is a hozsannázásig eljutottunk majd, hogy nem itt az előző év végén, meg itt az új szezonban is volt azért győzelem. Most éppen Újpesten sikerült kikapni, előtte Diósgyőrben, ezen a két meccsen egyébként kapott azért 6 gólt a csapat, és nem rúgott egyet sem. Nem tudom, hogy látjátok, hogy alapvetően rendben voltak dolgok, csak így alakultak ezek a meccsek, voltak szerencsétlen momentumok, vagy esetleg tényleg hullámvölgybe került a csapat? Hagyjuk a Lacit beszélni. Figyelj, úgy is megszoktam kapni ezt a vádat, sokszor, hogy sokat beszélek, most legalábbis kicsit jöttbe maradhattam és figyeltem. Na, tehát... Csak miatt én beszélnek sokat, kicsit beszéltem. Megosztjuk. Majd elmegyünk reklámra. Hát, ha két meccset mondhatunk tendenciának, akkor pillanatnyi formának jobban hangzik, mondjuk inkább, hogy igen, hát nem jól mutat összességében, ha csak az eredményt nézem. Ha a két meccset megnézem, nem kell azért sem elégedetnek lenni, logikusan is a végeredmény alatt semmiképpen nem, de abszolút nem is kell összedőlni, mert most hát van ilyen, kijött az Újpest, és az a friss élmény, ugye tegnap előtti, gyakorlatilag az első félidőben el kellett volna dönteni, volt egy perc hidegzuhany, Újpest jól kihozta, a második félidő és a vége az övéké volt. Nem szerencsés, hogy most nem tudunk újba gólt rúgni, mert kaptunk ennyi gólt, ráadásul ha egy kicsit előre tekintünk, valljuk be őszintén, hogy a pillanatnyi formákat is tekintve, most a Fradi legjobb esetben is 3 esélyesnek mondom, de semmiképp nem azt, hogy mi vagyunk az esélyesek. Tehát benne van még egy zakó is. Ez az énem egyik oldala. A másik oldalon, erről beszéltünk. Hát ősszel itt arról beszéltünk, hogy hány pont kell elkerüljük a kiesést. A szeptemberben erről beszélgettünk. Ahhoz képest most pont előnyökkel ott vagyunk a dobogón. Mindig egy stabilan. Hiányzik ahhoz a 40-hez, amit Zselák kitűzött. Lassan megleszünk. De most már az 3 forduló óta hiányzik. Tehát stabilan meg vagyunk a harmadik helyen, nem is veszélyezteti ebben a pillanatban semmi még. Én azt gondolom, hogy egy ilyen a csapatsportág, és egy ilyen a bajnokság, tehát most túl vagyunk a kétharmadán, most van ez az egy-két mérkőzés, menjünk túl a Fradi meccsen, lássuk meg, mi van, hogy pontot szerzünk, vagy pontokat, ami ugye idegenben megvertük a Fradit, ugye Budapesten, ne felejtsük el, tehát azért nem szabad írni ezt a meccset, szerintem egy magas nézőszám lesz, ideális időpontban lesz vasárnap ebéd után 15 óra 30, minden tökéletes, ez jó hangulat lesz szerintem Sóston, és úgyis annyira szeretjük egymást mindig a zöldekkel is, a két tábor is, és nagy létszámmal lesz mindenki jelen, úgyhogy szerintem egy fantasztikus futball hangulat lesz a st-
stadionba, és bármi lehet. Tehát én most nem temetném a csapatot, és mert előbb valaki mondta itt a kommenteket a jégkoron kapcsán is, és hát itt a foci kapcsán meg tragikus, amiket olvastál. Tehát néha már majdnem, hogy le kellett volna lőni a játékosokat egy-két embernek a kommentje. Uram, bocsá, hol élünk, ember? Tehát az elején azt vártuk, hogy bennmaradjunk, most meg a harmadik egyen vagy stabilunk, és kikapunk kétszer. Jó, úgy, hogy az Újpest se focizott le minket. Az internet éppen mindig ilyen volt. Hát ez persze, csak ezt mondom. De a meccskép alapján én azért nem aggódnék. A szegény szlovén srác, az előbb beszéltünk ugye privátban róla, én úgy fogalmaztam, hogy annak a helyzetén, amikor a kapus mellett talpal akart elhúzni a labdát, hogy ezért ez mondhatja azt is, hogy hát legcsinálta volna másrészt, és nekem van egy olyan üzenete is, hogy van önbizalma a csávónak, tehát hogy meri megcsinálni, most nem jött be, nem jött be, gólt, kapufa volt. Az önbizalomnak is megvan a helye, lehet, hogy nem 0-0-0, miután egyébként egy zicsert már a kapusba vert, tehát az már a második gyakorlatilag 100%-os helyzete volt. Mostanában ugye nagyon mérik és nagyon hivatkozási alap lett ez a bizonyos XG, tehát a létrehozott helyzetek minősége, várható gólok. Hát ebben egyébként nyilván nagyon verte az Újpestet a Vidi, mert amikor háromszor állsz a kapussal szemben, gólt is lősz, az nem számít bele nyilván, de ugye olyan szituáció is volt, amikor ugyanúgy megvolt ez a helyzet, vagy a felső léc, meg még egy kapufa, tehát hogyha azt nézzük, hogy mennyinek kellett volna lenni a statisztika alapján ennek a meccsnek, biztos nem két gólos újpesti győzelemnek. De kicsit olyan, mintha ősszel talán nagyon felüllőtte volna ezt a várható gól számát a Vidi. Rendre három gólos meccseket nyert, miközben ilyen zicserekre nem is nagyon emlékszem, amilyeneket most kihagyott. Most meg éppen úgy alul lövi ezt a várható gólszámot. Közben Tóth Balázs változatlanul azért nagyon tartja hátul a csapatot, hogy a kapott gólok ne alakuljanak szörnyen. De egyébként a hullámvölgybe azért is gondoltam, mert már a Debrecen ellen is azért egy megismételt 11-esből szerzett gól volt az egyetlen komoly lehetősége a Fehérvárnak. Tehát amiről beszéltünk a téli szünetben, meg itt a szezon elején is, hogy a támadó hatékonyság és potenciál az Kodró távozásával darabra pótolva lett. Kérdés, hogy mondjuk azt a megbízható gólszállítást, azt mikor fogja akár Gradisár, akár Stefanelli, akár valamelyik másik csatárjátékost hozni? Én azt gondolom, hogy fogják ők hozni a gólokat. Ugye rögtön az első meccsen be is köszönt Gradisár a Stefanelli, és a másodikon megint a Stefanelli. Aztán most mondhatnánk persze némi éllel, hogy kezdenek most már idomulni a magyar mezőnyhöz, és akkor most már nem lesz annyi gól. De szerintem ők szépen kijönnek ebből a gödörből, már van mennyire gödör, hogy most nem luktak gólt két meccsen. Mind a kettő szerintem szenzációs, jó képességű játékos, magyar szinten feltétlenül legjobbak közé hoznám őket légiósok tekintetében. Nyilván mindig ez a duma, tudom, hogy persze, hát van, akinek nem kell idő, van, akinek kell idő. Nyilván ahhoz, hogy teljesen összeérjenek a csapattal, és tudjanak mindent, amit az edző szeretne elképzelésként a pályára vinni, ehhez kell néhány hét, néhány hónap. Itt persze sok hónap nem áll rendelkezésre, mert mindjárt vége lesz a szezonnak. Én azt gondolom, hogy a Vidi szereplése összességében most még mindig pozitívan értékelhető. Itt lesz a szezon hajrá, most már az utolsó harmadon belül vagyunk, 10 meccs van hátra. Legutóbb azt mondtam, ugye, hogy a következő 4 meccsből, ha tud a csapat 8-9 pontot hozni, akkor meg lesz a dobogó, mert a Puskás is veszít közben pontokat. Igen, a Puskás is veszít közben pontokat, de az első 2 meccs ebből a 4-ből nullázás lett a Vidi a mi oldalunkon. Hát mi jön a Fradi? Fradi ellen kell javítani, ami persze nagyon-nagyon nehéz lesz, de én azt gondolom sokak ellentétben, hogy ez egy abszolút három esélyes meccs, mert a Fradinak is most van egyfajta győzelmi kényszere, hiszen a Paks nem akar kifulladni olyan könnyen, ez egyértelműen látszik, továbbra is tartja az első helyet. Úgyhogy én azt gondolom, ha a Fradi ellen mondjuk, hogy nem kap ki a Vidilág, tehát pontos lesz, és utána jön a nagyon fontos meccs a Puskás Akadémia ellen idegenben, mert ha most nyer a Puskás, a Vidi nem, akkor ott azon a meccsen már fordulhat a kocka, a dobogón a Puskás, a Vidi már nem. Szóval azért ez egy ilyen lélektani foci meccs is lesz nyilvánvaló, de nem mindegy, hogy megy el a Vidi felcsútra, hogy pozitív élményen, hogy a Fradi netán megveri, vagy egy jó meccsen elér egy döntetlent. Úgyhogy én azt gondolom tovább is, hogy ez a következő két meccs, ez kulcsmeccs lesz a végkifejlett tekintetében. Kicsit félve hallgatlak, mert legutóbb ugye mondtad, hogy 8-9 pont ebből a 4 meccsből, abból kettőből nem lesz semmi. Tehát semmi. Most igen, 8 még meg lehet. Még meg lehet, de én azt gondolom, hogy nyilván nem lesz meg, de én még mindig azt mondom, hogy pozitív ez a szezon ahhoz képest, ahogy indult, aztán, hogy mi lesz a vége, ez tényleg térjünk rá vissza két-három meccs. Hogy egyrészt
említettük, hogy van ugye olyan csatár, aki mellett nyilván egyértelműen letette most a voksát a vezetőedző Gradisát, azért is hoztuk, hogy Kodró első számú pótlása megoldódjon, ugyanakkor ugye amíg nem volt teljes értékű, vagy még aklimatizálódott, ugye Tóth Tamás Vitt személyében egy fiatal center megszerezte első gólját, nem játszott rosszul azokon a mérkőzéseken, amiből nem azt akarom kihozni, hogy most kinek kellene játszani, hanem hogy mennyire bő és variálható ez a keret, mert azért ez nagyon meghatározó tud lenni. Úgyhogy szerveztem a mai adást, Balázst azzal a hívószóval csalogattam, hogy lehet Szidnik Zselákot, mert ő komoly kritikusa volt a nehezebb időszakban a lengyel mesternek. De most is az vagyok, de nincs ezzel semmi probléma. Tehát neked a fő problémád az szokott lenni, hogy nem tudja lereagálni, vagy váltással lereagálni a igen, és most ugye az interneten sokan vitatkoztak velem, hogy hát miből reagálja le, hát de pont azért nem tudja lereagálni, mert ő volt az, aki azt mondta, hogy hát akkor menjen a Castrati, ha kölcsönbe akar menni, többet akar játszani, menjen kölcsönbe Szabó Levente, és megoldjuk nélkülük. Nem biztos, hát ne, hogy ez azért egy személyben. Nem tudja, te nem egy személyben, de ő volt az, akinek azt kellett mondani, hogy oké, menjen. Tehát én azt gondolom, hogy neki le kellett volna ülni a Castratival, és azt mondani neki, hogy figyelj öreg, te egy borzasztó jó taktikai fegyverünk vagy, de nem kezdőként. Ha csereként bejössz az utolsó 25-30 percre, 40-re, ez látszott, tehát meg tudod jó, fordítani a meccsek állását. Nyilvánvalóan ez a szituáció, hogyha a játékos erre azt mondja, hogy már pedig ő kezdő akar lenni, és más csapatban lenne, akkor viszont nem biztos, hogy a vezetőedző döntése ez, mert akkor... Biztos, de nézzük meg pont a Vidén a Dobson esetét. Nem jön Dobson, mert utolsó pillanatban azt mondta az új edző, hogy nem mész, majd mehetsz nyáron. És ez döntött. Nálunk miért van az, hogy sokan kételkednek abban, hogy nem az edző döntött? De az edzőnek kell kimondani a végső szót szakmailag. Hát most kell ez a játékos, akkor marad. Is, hogy kénytelen. Akkor marad. Nekem ez az egy problémám van. Tehát azt mondjuk, hogy hű, de jó a Zselák, meg nem volt kiből cserélni. Hát persze, mert ő az egyik ludas abban, hogy elment az a két játékos, akit lehetett volna cserélni. Laci, megadom a szót. Mondtad a fiatalokat meg, hogy a kispadot, most sokan mondják, hogy vékony a kispad, ugye ez most egy ilyen, kezd ilyen szállóiga lenni, valamilyen szinten úgy igazság van benne, hogy rutinos, tapasztalt, bevethető játékos, egyértelmű, hogy abban most nem állunk jól, ebben a pillanatban a kispadon, ugye hát Fityó Kalmár kiesése mellett azért a fiatalok jönnek fölfel, a Kovács gyerek, a Tóth Tamás, akinek külön örülünk és gratulálunk, hiszen Törzsgyökeres székesfehérvári gyerek, Vidi nevelés, én azt gondolom, hogy erre várt mindenki, ezeket a játékosokat szeretjük, és amúgy látszik, hogy a Vidi hajt a fiatal percekre. Petű Milán is sokkal bevethető. És lett, azt gondolom, igen. Hogy megyünk ezekre a fiatal percekre is, úgyhogy a kispadunk ennyiből vékony, viszont ezek a fiatalok azért harapni akarnak, viszont az a rutin lehet, hogy az a tapasztalat, az a kraft, az egy ilyen sorsdöntő szitukba, mint mondjuk, amikor tényleg egy Újpest egy 2-0 után behozod, nem biztos, hogy ő fogja átlendíteni a meccset, igaz, már ott percben is kevés volt, de én most ne legyen több sérülés, inkább azt mondom, mert a szegény szlovén srácnál is azért azt láttuk egyrészt, hogy ugye volt sérülés miatt már hagyott ki meccset, azt rögtön az elején, illetve most is lehetett látni, hogy kétszer is egymás után kapott a másodiknál, azt hittem, hogy úristen, megint lehet, hogy le fog sérülni a Pali, és az mondjuk nagy kiesés lenne, mert látható, hogy azért tényleg érzi a helyzetbe kerülést a kaput, mert oké, hogy most kihagyott zsinórba három helyzetet, de azért azt is tegyük hozzá, hogy ha annyira szerette kondrózni. A Kodrót meg ezt a csávot össze akarom hasonlítani, érted? Teljesen máshogy érkezik a kapul, és ő maga kerül helyzetbe. Tehát most is, ahogy bement a 16-osra, a Kodró az érkezett, és befoszta a labdát maximum. Ez a csávó helyzetbe tud kerülni? Óriási a játékukba a különbség. És én ebben látok nagyon nagy fantáziát és erőt, hogyha a gyerek beépül a csapatba, ez igenis egy fél szezonban, ez olyan 5 és 10 gól között minimum fog tud hozni. Hát én nem bánnék egy olyan játékost, aki nem tud helyzetbe kerülni, csak rúg 10 gólt, mert lehet, hogy hosszabbtávon ez is. Jó, ők a Fradival nem megyek Kodrónak, azért neki is jött be. Más helyzetben van, valószínűleg ott inkább a bankszámla az, ami igazából felderíti akkor, amikor negyedik cserének se őt küldik be. De hagyjuk is Kodrót. A kérdés számomra egyébként abban egyetért, hogy nem a játék minőségében láttam én itt problémát vagy romlást. Diós Győrben a 15-6. percben emberhátrányba kerülve onnan már nyilván teljesen másról szólt a mérkőzés, addig rendben volt. Itt az Újpest ellen az, hogy milyen zicsereket alakított ki a csapat. Olvastam Krisztenzent is, megtalálták a szurkolók, szerintem abszolút fazonszabásza lett ennek a csapatnak, érzéssel olyan labdát adott most is. Tehát, hogy ki vannak alakítva csúnya magyarsággal mondva a helyzetek, viszont nem lett belőlük gól, és talán ez az, ami igazából hiányzott.
És talán ez a fajta élesség, ez a gyilkos ösztön hiányzik nekem egy kicsit még ebből a Vidiből, nem csak ebben a periódusban, mert emlékezhetünk, azért voltak itt olyan csapatok, amiknél pontosan tudtad, hogy egyszer le fognak csapni, a Nikó le fog csapni, az Alves le fog csapni, akár a középpályáról lehetett mondani olyan játékosokat, Mitrovic egyebek, akikről pontosan tudtad, hogy ha az ellenfél ezt nem tudja kivédeni, akkor ebből gól lesz, meg gólok lesznek. Most egy kis önbizalmat már érzek, meg a játékban egy kis dominanciát, ami hiányzott, és nyilván hosszú táv, hogy így felépítse egy edző a saját csapatát és játékát. Csak ez a gyilkos ösztön, mintha nem lenne meg jelen pillanatban. De hát meglátjuk, hát majd talán épp a Fradi ellen, Paksról meg kapunk köszönő táviratokat akkor nyilván, ha éppen a Ferencváros ellen sikerül kijönni ebből a kisebb gödörből. De összességében szerintem még mindig jó esély van, hogy tényleg ez egy jó szezon legyen majd a Vidinek. Én még Pintóban reménykedem egyébként, hogy hát benne ő, sokan már nem. Újra megtem, ez a két sérülés előtt igenis akkor nagyon erőssége volt a csapatnak, de szegénynek mióta mindkettő Achilles volt, most nem tudom pontosan, hogy az egyik térd, de azóta szegénynek annyira nem megy, és annyira látványosan szenved is a pályán, hogy én még benne bízom, hogy a Christensen cseréjének össze tudja magát kapni, mert nagyon kéne a középpályára, ne csak a Pető Milánba bízzunk, hanem ott tényleg még legyen egy ember, akire lehet akár 20 percig számítani. Jó, Sikér azért ott jó lesz a középpályán, a Dobszó jó lesz a középpályán. Pintot hagyjuk, engedjük el, látszik rajta, hogy abszolút nem talál. Én azért azt a tartást mondjam, aki az előbb problémázott, hogy elenged az edző emberekkel. Most akkor döntsük el, hogy elengedje, vagy ne engedje el. Beállt a Diósgyőr ellen. Szerintem nem tudta, hogy most melyik csapatban játszik, mert a Diósgyőr két góljában is nagy szerepet játszott a beállása után. Nem látok, én azért azt leszögezném, beszéltünk minden csapategységről, hogy én azt gondolom, ennek a csapatnak jelenleg a legnagyobb értéke az hátulról érkezik, tehát a Tóth Balázs valami fantasztikus, és nagyon bízok benne, így hogy júniusban Németországban fogjuk látni a srácot. De nem a Bayern Münchenben, hanem a magyar válogatott kapujában, vagy legalábbis a padján, mert egész egyszerűen fantasztikus tartást és erőt ad a csapatnak hátulról, és igen, hát szokták mondani, hogy innen lehet építkezni, tehát ennek a csapatnak a kulcspontját, bármi részét nézem a csapatnak, jelenleg Tóth Balázsban látom, hogy onnét indulunk fölfele. Jó, kevés időnk maradt már nagyon az adásból, úgyhogy nem is akarok más sportágat behozni, de azt azért jelzem, és nagyon kevésszer beszélünk, hogy röplabdában a MÁV női csapata ugye ma a 5. sorsdöntő meccset játszik a Nyíregyházával, a sokszoros bajnoki Nyíregyházával elődöntőbe jutásért. Volt a férfiaknál egy érdekes edzőváltás, erről majd talán egyszer beszélünk, mert nagyon kevés kommunikáció jött róla, hogy milyen konfliktusok álltak ennek a hátterében, miközben a csapat egyébként ott is nagyon jól szerepelt. Viszont akkor zárjuk az adást a Vidivel, amellyel eddig is foglalkoztunk. Érdekes hírek láttak napvilágot, nem tudom, hogy ki jól értesültebb nálam a tekintetben, hogy én már nem csak szakmai, hanem akár befektetési egyeztetések is zajlanak a Brentford korábbi többségi tulajdonosával. Ennek a történetnek nem tudjuk a részleteit, nem is ez érdekel meg talán, de ha tudtok valamit, akkor nyugodtan mondjátok. A kérdés az, hogy mennyire látjátok azt biztatónak, hogy a MOL távozása után kicsit talán túlzottan is elsiratott Fehérvárnak, akár anyagi, akár szakmai szempontból lehet olyan erős jövőképe, mint amilyen akkor volt, amikor itt a magyar gigaszponzort bejelentették. Hát ugye most olyan viccesen talán az egyik focis twitchportálon ki is rakták, ha már említetted a MOL-t, hogy a régi MOL kikapott az új MOL csapattól ugye most a hétvégén. Befektetőre visszatérve a kérdés eredetére. Én azt látom, hogy most a magyar NB1-ben azért nagyjából ez a magyar tulajdonos dominancia erős, és nem vagyok benne biztos, hogy ide külföldre érkezik, de hát semmit nem lehet kizárni. Az, hogy anyagilag én azt gondolom, hogy a magyar labdarúgás térképén a Videotonnak ott való legfelül abban zónába, vagy abban szinte biztos vagyok, hogy ez milyen módon és milyen formában, milyen stabilitásra hogyan fog bekövetkezni, ez passz, de én azért bízok abban, hogy itt, hogy anyagilag is erősebbek leszünk, most van egy átmeneti időszak. Hát én nem lennék szomorú akkor se, ha külföldről jönne ez az investíció, főleg olyan valakitől, aki mondjuk egy Midtjyllandot feltett az európai futball térképére, aki az analitikus cégének a módszereit a futballra alkalmazva egész más szintre emelt, egy Brentfordot. Tehát itt tipikusan olyan dologról van szó, hogyha akár a saját közegén belül nézzük, hogy hol van a Fehérvár, lehet, hogy pont ott, ahol a Midtjylland volt korábban, vagy a Brentford volt a saját mezőjébe, sokkal magasabb szintre emelte.
De hát aztán majd kiderül, hogy ez mennyire valós. Hát várjuk meg azt, hogy hogy dönt ez az angol úriember, hogy mennyire tetszik neki ez a magyar közeg, vagy mennyire, nézzük üzleti oldalról, mert ez elsősorban erről szól, hogy Magyarországon milyen üzleti érdekeltsége lehet azáltal, hogy a focit felkarolja. Ugye mondhatnám némi éllel, hogy a Fradinak is volt már angol tulajdonosa, éppen akkor estek ki. Egyébként én azt gondolom, hogy a magyar és az angol foci kultúra összetársításában nagy baj nem lehet, legalábbis profitálhatunk csak belőle. Hát, felénk. Felénk mindenképpen említettem a Midtjyllandot itt a Brentfordos eset. Ha csak a közelébe jutunk annak, amit mondjuk most a Midtjylland elér, hogy BL továbbjutó a csoportból is, ugye, illetve most a másik dán csapata továbbjutó, de mindegy, ők is BL csoportkört megfogtak néhány évvel ezelőtt, és jó csapatuk lett, kiemelkedő csapatuk lett. Én azt gondolom, hogy Fehérváron meg is van a hagyománya ennek, úgyhogy én örülnék neki, akár milyen befektető jönne egyébként, csak pénz legyen, befektető legyen, nem baj, ha magyar, nem baj, ha angol, csak tényleg tegye vissza a foci térképére oda a fehérvári csapatot, ahova való. És ne úgy járjunk, mint az Újpest a belga tulajdonossal. Nekem csak ez az egy kívánságom lenne. Ennél talán ez komolyabb, de majd kiderül minden esetre, hogyha lenne egy jó befektető, akkor talán Zseláknak sem kellene elküldeni, vagy hozzájárulni, hogy elmenjen a gyors csatára. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok ma, és beszélgettünk ezekről a dolgokról. Jövő héten pedig az újabb fejleményekről természetesen minden sportágban. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.